kevesebb, mint 3 hét van hátra a tanév kezdésig, de nem minden oktatási intézmény várja készen szeptember 14-ét. Maros megyében például 2 iskola és 3 óvoda nem kapta meg az egészségügyi engedélyt. A hátam mögött látható tömbházban működik a Marosvásárhely 11-es számú normál programú óvoda. Az óvodának nincs játszótere, ezért nem kapta meg a működéshez szükséges egészségügyi engedélyt, de a megyében több intézmény van hasonló helyzetben. Az óvoda jelenleg vakáció miatt zárva van, tanévkezdésig azonban nem tudják orvosolni a problémát. Megoldást ugyanis csak a költözés jelentene. A megye 692 tanügyi intézménye közül jelenleg 5-nek nincs működési engedélye. Ezek az épületek eleget kell tegyenek az európai normáknak, és ebből az 5-ből egyik óvoda, amelyik egy tömbházba működik, annak nincsen külön udvara, úgyhogy ezért nem kapja meg, és nem is fogja megkapni, úgyhogy egy más megoldás fog kelleni, időbe keresünk, és a többi iskolák olyan helyeken vannak, ahol nincsen folyóvíz, és nem lehet belső vécéket szerelni. Az egészségügyi szempontokon túl más tényezőktől is függ a sikeres tanévkezdés. A szintén a megyeközpontban található Bernádi György általános iskola például jelenleg felújítás alatt áll. Kérdés, hogy szeptember 14-ig sikerül-e befejezni a munkálatokat.